Köszönöm a szót, képviselőtársak. Rögtön az elején tisztázunk valamit. Az oltást kötelezővé tenni nem lehet. Ez így érthető ott a túloldalon is? Örülök neki, akkor miért tették kötelezővé számtalan ágazatban? Képviselőtársak, hát lassan elfogynak a tanárok, a rendőrök, az ápolók, a tűzoltók. Akiket eddig nem üldöztek el az alacsony bérekkel, azokat most elüldözik a kötelező oltásra. Képviselőtársak, ha ezek az emberek elhagyják a pályát, akkor ennek az országnak vége. Arról nem beszélve, hogy amit önök most tesznek, az a fizetős egészségügy bevezetése. Hát, hogyha egy oltatlan el akar menni, nem tudom, fogorvosi vizsgálatra, akkor előtte vásároljon 20 000 forintért tesztet. Önök annak idején a vízidi jelen lázadtak, mennyi volt az? 300 forint? Tehát a 300 forinttal probléma volt. A 20 000-es teszt az meg rendben van, azok után, hogy egy ember az egész életén át fizeti a TB-t nagyjából a semmire. Lassan fél Afrikát mi látjuk el ingyen vakcinával, de önök dupláron vásárolják a kínait. Hát mi ez az oltásbiznisz, képviselőtársak? Itt minden csak a pénzről szól. Az oltás is csak a pénzről szól. Ezért akarják majd kötelezővé tenni április 3 után. Maradjunk annyiban. Ha április 3-án az egységes ellenzék legyőzi önöket, akkor ebben az országban nem lesz kötelező az oltás. Aki akarja, felveszi, aki akarja, meg nem. Szabad országot akarunk, értik? Szabad országot akarunk, ahol a kormány nem kötelezi a polgárokat, hanem gondoskodik róluk. Önök maximum saját magukról gondoskodnak. Ha szükségük van néhány millióra, mondjuk 83-ra, akkor szövetkeznek a végrehajtó maffiával, hogy ezt Völner megtette. Ha kell, családokat dobatnak az utcára, csak azért, hogy megszerezzék a házaikat. Ha nincs kedvük bemenni az egyetemre vizsgázni, egy telefonnal elintézik, ahogy Rogán Tóni haverjának. Közben Varga Judit, igazságügy miniszter, pislog, mint hal a szatyorban, mint aki ott se volt. Miniszterelnök úr meg így a vége előtt még intéz magának néhány milliárdot a strómanyján keresztül. Ugye, hogy nem a bukás előtt néhány hónappal Mészáros Lőrinc 22 milliárdért épített egy újabb stadion Zuglóban. Meg 23 milliárdért kicserélheti a vízvezetéket Tatabánya környékén, mert mindenhez is ért. Április 3 után meg majd pucolhatja a WC-t Szegeden ingyen, önökkel együtt. Mert az, amit önök művelnek, az nem maradhat következmény nélkül. Csak a tavalyi évben önök 5000 milliárd forintos államháztartási hiányt hoztak össze. 5000 milliárd forint hiányzik a közös kasszából csak a tavalyi évről. Hol van ez a pénz, képviselőtársa? Mert higgyék el, bánná a fere, hogy ekkora a hiány. Ha legalább azt látnám, hogy a magyar emberek jobban élnek. De hát még mindig mi vagyunk az Európai Unió második legszegényebb nemzete. Úgyhogy tudjuk, hogy hol van ez a pénz. Ott van önöknél. A kérdés, hogy ki fogja visszatenni a közösbe, mert valakinek vissza kell tenni. Ha április 3-án önök megnyerik a választást, akkor önök a tanárokkal, a rendőrökkel, az ápolókkal, a melósokkal, a nyugdíjasokkal fogják ezt a pénzt visszafizettetni. Ha önök megnyerik a választást, önök ugyanúgy fognak lopni, ahogy eddig. A magyarokra meg olyan megszorító csomag vár, mint még soha. Ezt önök is tudják, mi is tudjuk. A választásokig megy az osztogatás, utána megjön a fekete leves. Ha mi nyerjük meg a választást, ha az egységes ellenzék nyeri meg a választást, akkor nem a tanár, nem a rendőr, nem a melós, nem az ápoló, nem a nyugdíjas fogja ezt a pénzt visszafizetni, hanem önök fizetni fognak, mint a katonatiszt, kamatostól mindent. Igazzá fogjuk tenni miniszterelnök úr vagyonnyilatkozatát. Nem lesz egy forintja sem. Ellenben élete végéig adósa marad annak a nemzetnek, ami 12 év alatt padlóra küldött csak azért, hogy kiéhesse a saját hatalmi tébolyát. Grácélt a budai várban. Óvodások nemi átalakító műtéte. Erről fogunk népszavazni. Hát bolondok maguk esküszöm, egytől egyik. Bolondok. Önök szerint ez az ország legnagyobb problémája. Magyarország előre megy, nem hátra, mondják önök. Hát már ne haragudjanak, mögöttünk nincs már senki. A magyarok 74%-a az uniós szegénységi küszöb alatt él. Több mint 2 millió honfitársunk nyomorog a létminimum alatt. Közel 1 millió nyugdíjasnak havi kevesebb, mint 100 000 forintból kell valahogy kijönnie. Önök 10 évvel ezelőtt megszüntették a svájci indexálást. Azóta minden nyugdíjastól elvettek évi 400 000 forintot. Ez 10 év vonatkozásában 4 millió forint. És akkor azt gondolják, hogy egy 13. havit visszaadnak, akkor minden el van intézve. Hát a lopott pénzből visszaadják az aprót. Közben a melósokat agyonadóztatják, a fiatalokat hitelcsapdába terelik, a benzinkutasokat ég most teszik tönkre. És akkor azt mondják, hogy Magyarország nem hátra megy, valóban. Nálunk hátrébb nincs már semmi. Maximum Putyin Oroszország, de oda meg csak önök akarnak menni, mi nem. Mi maradunk Európában, és április 3-án le fogjuk győzni önöket, hogy utána minden egyes nappal közelebb kerüljünk ahhoz a 30 éves ígérethez, amit önök tettek az én apámnak. Az európai bérekhez, az európai nyugdíjakhoz, az európai jóléthez. Ezért fogtunk össze, ezért hoztuk létre Magyarország történetének a legnagyobb ellenzéki egységét, mert csak együtt sikerülhet, de együtt sikerülni is fog. Fizessenek meg a tolvajok, jólétet minden magyarnak. Veszem az Orbán rendszer!